Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az eCigi tesztek. A mai videóban egy mod készülékkel fogunk megismerkedni. Annyit lehet róla tudni, hogy kínai gyártó, viszont amerikai elektronika van benne. Ez a készülék bizony az iTaste STVD 2.0, és itt látszik is rajta szépen a sarkán az Evolve logó. Nézzük meg közelebbről, hogy a dobozban mi van, a készülék mit tud. Az elektronikát nagyon nem fogjuk átbeszélni, hiszen már unásig ismerjük az Evolve-nak az elektronikáját, de nézzük akkor, hogy mi az, amit rejt a doboz. Lássuk akkor, mi van ebben a nem kicsi dobozban, és hogy néz ki. Ugye itt látható a megszokott eredetiség ellenőrző matrica, és látjuk, hogy ez az SS verzió, van ebből még fekete is. Technikai leírások mindenfelé, Inokin logó, Evolve logó, és a doboz belülről. Kivesszük ezt a kis hordozótokot, itt az aljában látunk egy leírást, matricákat, felesleges dolgokat, teljesen useless. De hogy mi van a tokban? Na, szépen kitömték egyébként. Haladjunk lentről fölfelé. Maga a készülék. Lézer gravírozott szerintem ez a logó. 5-10 csati. Amit mindjárt meglátunk, cserélni is lehet. Evolve elektronika, itt van a kijelzője. 650 cső, ha szétszedjük, akkor elgurul. Nézzük meg akkor közelebbről. Ez maga az alsó záróelem, rengeteg gázelvezető furattal, és sok-sok milliméterrel itt, amit így beledobtak, és növelték a hosszát. Amit még láthatunk, megnyomkodjuk egy ollóval, hogy ez a középső érintkező, ez bizony egy rugós érintkező. Tovább megyünk. 650-es akuhüvely, ezt ki tudjuk cserélni, a készletben egyébként van egy 350-es aksihoz való hüvely. Pozitív csatlakozó és itt a vége. Ez magához a fejhez egy rugós érintkezővel csatlakozik, és ha nagyon akarjuk, akkor választhatunk, hogy 5-10 vagy ego csatlakozós kazánt szeretnénk rajta használni, belülről mind a kettő ugyanúgy néz ki, azt tekerjük rá, amelyiket szeretnénk. Ami érdekesség még a tokban, hogy van benne egy kis akkumulátor ellenőrzőnk. Nem kell a készülékbe behelyeznünk, egyszerűen ezt a két kis mágneses kapcsot rárakjuk, és itt már láthatjuk is, hogy ez az akkumulátor teljesen fel van töltve. Lehúzzuk, összeszereljük a készüléket, most egy 5-10 csatlakozós verzióra. Úgy rárakom először a 650-es csövet, belerakok egy aksit, a végzáró elem, és így néz ki a készülék teljes valójában. Bekapcsoljuk, láthatjuk rajta SVD 2.0, ez nekik készült, és ha rátekerünk egy készüléket, akkor azt is meg tudjuk nézni, hogy hogy mutat rajta. Most ez így néz neki vele. Nem kicsi, cserébe nagy. Megnézzük még ezt
egy 350-essel, ezt az elemet kell ilyenkor rátekerni, behelyezzük a kis aksit, és így néz ki a készlet. Azért méretben így már használhatóbbnak tűnik, de nekem olyan furcsák ezek a hullámok benne. Amit itt láttunk, az mind a csomag részét képezi. A gyöngyvászontok, minden, ami benne van, az ego, menetes fej, illetve még tartozik hozzá egy ilyen kis csuklópánt is ehhez a tokhoz. Az elektronikáról külön nem beszélnék, hiszen az minden Evolve-nál ugyanilyen. Ennyit lehet a készülékről tudni közelről. Nézzük meg távolról, hogy néz ki, és mi a vélemény róla. Akkor én most megnézem, mit pirickázik ez a 2.0 SVD, mondjuk egy GT2-vel. Teljesen jó meghajtja, de az elektronikától nem is vártam mást. Megnézem ugyanezt a kisebbik csővel, ahhoz ezt szétszedjük, és belerakok egy kis 350-es efesztet. Így néz ki. Lássuk. Ezzel sem tud mást mutatni, az aksi bírja. Kimondanám akkor, hogy mi tetszik, meg mi nem tetszik a készülékben. Ami nem tetszik, az a... Szerintem sehova nem vezet ez a forma. Tehát ezzel a kicsivel olyan... Kezdődik a rakéta, széjjelebb, megy összébb, megy széjjelebb, megy... És nem 23. És nem is 22, ez semmi. Ez egy olyan valami. Hogyha rá akarnék tekerni egy... Csak a vicc kedvéért. Rátekerünk egy Helixet. Az ego csatlakozóra. Meg nem fogom izzítani, mert most nincs kedvem hozzá. Ezzel még a butánál is butában néz ki. Le is veszem róla. Vissza az eredetit. Szóval 350-nel borzasztó randa szerintem. Rátekerjük a 650-es csövet, beletesszük az aksit, és a végzáró elemet. Így valami elképesztő mérete van. Mindjárt mellé rakok egy egyébként sem kicsi Typhoon Eye-t. Ez egy jó másfél centivel nagyobb, még így is. Úgyhogy a mérete nem jött be. A formája nem jött be. Az alsó záróelem borzasztó sok benne a hely, dobálták a millimétereket, nem jött be. Pozitívum. Menjünk arra, mert lehet, hogy az sokaknak segít. Elnézést. Rugós az alsó záró elemben az érintkező. A
felület kidolgozása olyan, hogy ez nem új lenyomatgyűjtő. A gázelvezető furatból sok van, ez akár jó is lehet, de semmi extra. A fejét lehet cserélni, hogyha épp úgy adódik, hogy egy EGO fejjel szeretnénk használni, vagy egy EGO menetes készülékkel, oké. Okay. Az elektronikája a legnagyobb pozitívum, Evolve elektronika van benne, egy bevált elektronikához nyúltak a kínaiak, és ráadásul még arra se sajnálták a pénzt, hogy ráírják, hogy SVD 2.0 DNA powered, úgyhogy ez jó pofa. Nem tértem ki a közelnél sem magára a működésre, aki a DNA elektronika működésére kíváncsi, keressen a YouTube-on, nekem is van fönn videóm, M plusz 1 hasonló volt már. Pozitívum. Ha esetleg olyan kazánunk van, ami alulról veszi a levegőt, azért van rendesen koronabemarásunk. Bocsánat, egy negatívum még, ezek a gombok. Ez, hogyha vezetés közben, vagy nem néz oda az ember, akkor igencsak keresgélni kell, hogy hol van, be van sűjesztve, a gomnak az íve megegyezik a készülék ívével, nekem ez annyira nem gyere be. Ami viszont, és ugye nem csak a készüléket, hanem kompletten a szettet, ha nézzük, akkor nekem például nagyon tetszett az akkumulátor vizsgáló. Tehát, hogyha van nálunk egy cella, és beraknánk a készülékbe, nem kell azért összeszerelnünk, vagy kibetekergetnünk, hogy megnézzük, hogy éppen annak az aksinak milyen a kapacitása, illetve mennyire van feltöltve. Próbálok egy olyan aksit keresni, ami nincs feltöltve. Nincs ilyen, felkészült ember vagyok. Tehát, mindent egybevetve, ez a készülék nekem nem kéne. Azért nem kéne, mert bár az elektronikájában hiba nincs, viszont a mérete és a kialakítása nekem nem tetszett. Ízlésről ne vitatkozzunk, ez az én véleményem, lehet, hogy másnak pont ez fog megtetszeni, vagy felfedez benne valami ergonomikus kialakítást, hogy ez már pedig azért ilyen, mert hogy az ember tenyerébe bele csücsüljön. Nem tudtam megszokni. Nem tudtam megszokni, bazi nagy volt nekem. Úgyhogy hát ennyi a végső verdikt erről a készülékről. Ettől függetlenül, aki egy megbízható elektronikával rendelkező készüléket szeretne vásárolni, ilyen apróságokkal, mint ez az akku ellenőrző, vagy ugye a több méretű hüvely, annak nyitva áll a kapu, meg lehet rendelni, és jó szolgálatot fog tenni neki. Nekem elvitte a dílt a forma. Remélem tudtam segíteni a videómmal. Sziasztok!